Szevasz, Katica bácsi! Szép jó reggelt! Szevasztok! Jó reggelt! Üdvözöllek, Katica bácsi! Már régen találkoztunk filmbe, ugye? Igen. Azért igen. Szoktunk mi a filmen kívül, de már... Azért szoktunk találkozni. De már... De lehet, hogy te kívánod azt, hogy találkozunk gyakrabban, mert meghívásodnak a gépeim. Igen. Megöregedtek, mint én. Ja, figyelj, ennek az apropóját, a mai napnak az apropóját, illetve a mai filmünknek az apropóját, az légy szíves, az előzményeit meséld el. Hát ugye szőlőben itt mindig van, mind amit látszik, ilyen damírozási munkálatok. Igen. Hát itt pont sortövében, a másik szélét. Ezt a szélét adott a jobban. Ugye a szőlő között mindig van munka. Tehát itt akármit csinál az ember, mindig van munka. Aztán ugye géppel le tudom nyírni a közét, de hát ugye damirossal kellene nyírni a tőkék között. És ugye meghibásodott a damirosom, és ezért akkor szóltam, hogy valamit kellene intézni, és akkor mondtad, hogy van egy ilyen Superman gépünk, akkor azt nézzük meg, és akkor meg lehet vásárolni. És figyelj, és miért nem javítottad meg a másikat? Mert többbe került volna a javítatás, mint a vásárlás, az új. Meg hát azért 1995-ös. Jól emlékszem, 95-ös volt a gép. Jó, azért azt elárulhatjuk, ez egy öreg Johnson-et. Ő hajlított szárú kis szegény nyíró volt. Igen, de hát ugye sokat nem volt használva, de hát az is ment el ilyen sokáig. Tehát igen. Nem nagy területre kell, de hát ilyen kicsikre. Igen, igen. Tehát gyakorlatilag egy kicsit kitisztítgatni itt a szőlősorokat, hát ugye? Hát ahogyan kinézem, persze. Meg jól emlékszem, azt mondtad, hogy az otthon a ház körül a szegény nyírás, azzal ott lehetett végezni, ugye? Ott is van, ugye? Igen. Meg hát ugye itt fönn az erdő között is van, ott hátul, ha majd meglátjuk. Ugye ott van benne az erdőben egy gyümölcsfásom, meg ilyesmik is ott is azért, ahova géppel nem férek be. Aha. Na jó, hát figyelj, akkor elmesélem én az én részemet erről a dologról. Ugye azt beszéltük meg, hogy neked nem egy ilyen bicikli kormányos fűkasza kellene, hanem ezt úgy hívják, hogy D-markolat. Ez a képen lehet látni, D-markolatos, mert ugye ezzel az árokban is azért könnyebben lehet dolgozni, igaz? Hát valami biztos, mint az a nagy fejjel. És akkor, hogyha már lehetett fokozni az izgalmakat, akkor csináljuk meg úgy, ez volt az én gondolatom, hogy legyen egy multigép bemutatva. Igen. A multigép az azt jelenti, hogy van egy ilyen, hozzád a katalógus, nekem légy szíves? Van egy ilyen alapgép idáig, valahol én bejelöltem, Szamár Küllel, itt van. Hát itt van egy multigép. Megmutatom, itt van egy ilyen multigép, és különböző adapterek léteznek hozzá. Jelen esetben most egy ilyenről beszélünk, egy ilyen adapter lesz hozzászerelve, de amúgy létezik hozzá magassági ágvágó adapter, lombfúvó adapter, tehát gyakorlatilag rá lehet tenni a szára egy lombfúvó fejet, magassági sövényvágó adapter, és még, hogyha még nem elég a hossz, akkor még van hosszabbító, szárhosszabbító. Ezt a magassági tudod, majd még lehet, hogy visszatérünk rá. Mert érdekelne téged egy ilyen adapter? A szőlő között tudod, amikor már elírja az tetejét, a szőlő drót tetejét, akkor már azzal könnyebben végigmennék. Aha. Ugye ezt csinálják ám Ausztriában traktorra, a traktoron van rajta. Jó, traktoron van ilyen, igen. Na és most a lényeg akkor az, tehát röviden bemutatva a katalógusba, tehát ehhez a multigéphez több funkció lesz abban a pillanatban, amikor különböző adaptereket teszel rá. Mi most egy ilyennel fogjuk összeszerelni, tehát gyakorlatilag egy kis szegény nyíró fűkaszát csinálunk belőle. A dolog másik apropója az lesz a mi részünkről, a fűrészmánia részéről, hogy mi szeretünk ugye dolgokat tisztába tenni, és szeretünk dolgokat úgy bemutatni, hogy az ember jobban képbe legyen. Kezdjük ott, hogy mi is az EMAK. Az a vállalat, amelyiknek a terméke maga az Oleomak, valamint az EFCO. Mert hogy sokan még mindig nem tudják, hogy az EFCO és az Oleomak az egy teljesen csavarra pontosan megegyező ugyanolyan márka, csak a színe más. Mivel hogy az Oleomaknak ez a szürke, narancssárga színe, mint ami a sapkádon is van. Jó sapkádon egyébként. Igen. Tehát ez az Oleomaknak a színe, míg az EFCO-nak meg hasonló piros, mint a pólód. És ennek semmi... Nagyon póló még nincsen. Igen. XXL-es a véletem. Igen. Szóval úgy van, hogy az EFCO teljesen más piacra van célozva, mint az Oleomak, és ez fordítva is igaz, és vannak olyan kereskedők, importőrök, akiknél ezt is, azt is lehet kapni. Jelen esetben a magyarországi Oleomak importőrnél vannak EFCO modellek is. És ezeket, mivel nem erre a piacra van hivatalosan számva, egy picit olcsóban lehet megvásárolni. És most ezt azt próbáljuk szimbolizálni, azt próbáljuk megmutatni, hogy valójában mennyire egyforma az EFCO és az Oleomak, hogy az EFCO gépre felszereljük az Oleomak szárát. Biztos, hogy lehet, mert együtt küldték. Valószínű.
Na, figyelj, egyébként egy kis széljegyzetként akkor már beszélgessünk. Gyere, átadom kicsit a kamerát. Megy a kamera. Ja. Széljegyzetként beszélgessünk arról, hogy volt ugye a legutóbbi filmünk, amikor összevágtuk a tűzifát, ugye? Emlékszem? Igen, igen, igen. Volt olyan, aki megvádolt, olyan néző, megvádolt minket, hogy mi szándékosan a kínai láncfűrészt akartunk blamálni, és hogy direkt úgy mutattuk be, mintha az rossz lett volna. Légy szíves, erősítse meg engem abban, hogy az a láncfűrész az akkor tényleg nem működött. Az akkor tényleg nem működött az a láncfűrész. De kamerán kívül? Kamerán kívül azonnal indult. Ja. Tehát lámpalázas volt. Lámpalázas volt. De attól függetlenül, hogy mi nem akartuk se a kínai láncfűrésznek az érdemeit se kisebbíteni, se nagyobbítani. A lényeg az volt, hogy az akkor éppen úgy sikerült. Tehát ez a valóságtartalma a filmnek. Aki ezt megszáfolja, akkor az nem tudom, hogy... Tehát ez, a mi filmjeink nem hollywoodi mesefilmek, hanem az életből vannak merítve, az élethez hozzátartozó dolgok. Megtörtént esemény. Megtörtént események, így van. Tehát most is itt pedig, vagyunk, nem? Pedig működött nekem az a fűrészem elég sokáig, mert hát ugye... Na, tényleg, akkor mesélj el, ugye piacos gép, mert nevezzük ezt piacosnak, jó? Hát piacos gép, igen. Hát ezt van egy román ismerősöm, ő piacozik, és ő hozta nekem az 50-es születésnapomra, tehát 8 évvel ezelőtt. Igen. Most már akkor ki lehet számolni, mennyi idős vagyok. Nem mindenkinek sikerül ám. És ugye ő hozta ezt, a fűrészt, és jó darabig nekem volt egy másik ugyanilyen kínaim, azt használtam, emlékszel rá, mikor az meghibásodott. Akkor igen. mondtad, hogy nem érdemes megjavítani, mondtam, semmi gond, ott van az új, akkor üzemeljük be. Hiszen ott vágtunk nálunk egy fát, amikor beüzemelted a diófát vágtunk ki szerintem. Azt hiszem, igen. Aztán ugye beüzemelted, működött egész szépen, meg ilyen apró nyomásra után semmi gond nincs vele. És azóta is letettem, és azóta sem használtam. Na, gyere, nézzünk bele a dobozba. Az a gond, hogy a használat, tudod, nincs használva, és akkor is meghibásodik. Na, hogy rakták össze? Ajaj. Na, kérem. Tadám. Na, arra nézd, micsoda kecses kis gép. Aki nem ismeri a márkát, annak egyből a szeme elé tárul lesz, hogy ez egy FK. Elég ízléses kisméretű kis gépecske, igaz? Na gyere! Jó, néz ki. Kiveszünk. Figyelj, messziről egész távol. Mi ez a 2400? Ugye FK-ként őt úgy hívják, hogy DS2400D. A D az feltételezem, hogy a D-markolatot jelenti, amit majd ide felszerelünk. A 2400 az ugye valószínűleg a 24 köbcentiből adódik, és ez a gép megegyezik teljesen. Pontosan a kamerára azért figyelj, hogy benne legyen, amit látni akarunk. Tehát ez a gép, ez az FK gép, ez csavarra pontosan megegyezik ebben. Ebben az Oleo mag géppel. Látod? Csavarra pontosan ez az a gép. De ezt lehet várra is akasztani, akkor látom. Lehet várra is akasztani. Nézzük meg. A kés is kell. Miért rakja el idő előtt az ember, ugye? Látod, milyen éles? Ajaj. Milyen? Ez egy felkó. Mi mutattunk már felkó termékeket is, és egyébként, hogyha majd az alkalom úgy adja, hogy itt a szőlőben áll a dunka lesz, akkor majd hozunk egy-két felkó metszőolót, mert egyébként a felkónak annyiféle metszőolója van, hogy mint a volt a pompomba a madár, amelyik állaton vette a csokoládét, és felsorolt, hogy mennyiféle csokoládét szerető, hát körülbelül annyiféle meccsi olója van a felkónak, annyiféle, jól nézd milyen kis táskája van, látod? Kis cipzáros. Ah. Hoppá, és nem cipzár ez, hanem ez visszatlanul zárja el, látod? Szóval. Ilyen apróságokra, és ezt valóban föl lehet csatolni, ahogy nézem. Hát itt a műhelybe. Hát itt adtak hozzá egy gyertya kulcsot, egy Torx kulcsot. Ami majd gondolom az összeszereléshez. Gondolom az ének a meghúzásához. D-fejnek a meghúzásához. Kérlek szépen, itt van hozzá egy... Mi ezt úgy szoktuk hívni az Attilával, hogy telefonkönyv. Ez az ő megyei telefonkönyv. Tehát itt írja, hogy az FK Power Unit, ez azt jelenti, hogy ez az erő, tehát ez az erőgép része. Magyarán. Euró 2-es, normába. 21,7 köbcent is, látod? Kis apróság kis. Hogyha akarnád habverőt rátenni a végére, még akkor habot is tudnál vele. Na, vegyük ki a dobozból. Egyszer. Már a dobozt ezt
Figyelj, és az az érdekes, minden ilyen gépben, minden ilyen Oleo, Mac és FCO gépben, én csak ilyen tombola jegyet találunk, de még sosem nyertünk vele semmit. Igen. Nem tudjuk, hogy mit jelent egyébként, már jó lenne valaki felvilágítani. Na ezt a dobozt akkor tegyük félre egyszer. Akarod összeszerelni, vagy összeszerelni? Szereljed össze. Szerelj csak. Biztosabb. Az a biztos? Persze. Na. Majd én megnyírok vele. Jó, igen. Arra figyelj, hogy akkor részletesen benne legyen, hogy aki akarja látni, az láthassa, hogy mit és hogyan. Most engem az él, hogy hova teszik a D-markolatot. Egy kis képi segítséget igénybe veszünk, nézd csak. Hova kell tenni? Hát találj egy 5 centivel tízzel. Hát az majd melyek látjuk ám. Figyelj, én ezt úgy fogom kilogikázni. Egy képen. Én ezt így tudnám elképzelni, hogy így van. Ott van, csak ugye majd meglátjuk a hosszát. Ja, hogy neked hosszabb a kezed, rövidebb. Figyelj, csináljuk úgy, mint a képen van, körülbelül itt lesz. Jó? Igen. Ez lesz a kiindulási pontunk. Aztán ettől függően, hogyha neked kényelmetlen vagy kényelmes, akkor úgy állítjuk be, vagy úgy állítod be magadnak a későbbek. A tapasztalat érték szerint, igaz? Meglátjuk. Hamarosan kiderül. Várod már? Hogyne. Amit kapásból észre tudok venni, nézd csak meg a leállító kapcsolóját. Hol a gyújtás kapcsolója? Azt keresd meg nekem, licces. Kíváncsi, hogy megtalálod-e. Ez a stop meg azért. De hogyan van onba? Hát ez egy jó kérdés volt. Na, akkor segítek, jó? Ennél a gépnél is, mivel ez egy új modell, ennél a gépnél is azt látom, hogy ezt már beszélgettük, hogy az a tendencia jön vissza, mint a nagyon régi veterán láncfűrészek esetében, hogy mindig gyújtáson van a gép. Tehát gyakorlatilag most gyújtáson van, és te a gyújtást tudod megszüntetni a stoppal, és mivel ez az egy új generációs gép, én feltételezem, de biztos vagyok benne, hogy ez egy impulzus kapcsoló, amit nem kell nyomva tartani a leálláshoz, hanem elég csak egyszer megnyomni, és magától leáll. Nincs egy kapcsoló, és nem meg. Érdemes megnézni, gyere, ezt megmutatom neked, kis apróság a gázkarnak a belső felén. Ez totálisan olasz finomság, ott van a Zemak jelzés, Zemak logó. Uh-huh. Nézd meg, ez a logó van ott. A dobozon is, igen. A Zemaknak a hivatalos logója benn van, gázmarkolat belső felébe. Ez egy kis apró kis finomság, amire azt beszéltük mi, a forgalmazóval is, hogy az olasz az büszke egyébként erre a termékre. Tehát az olasz az büszkén vállalja, hogy ezt ők csinálják. De ilyen jó minőségi gép esetében én is az lennék, nem? Meglátjuk a minőséget. Bizalmatlan vagy? Nem. Eddig még ami tőled vettem, az mind jó. Na. Lásd a sapkát is. Még jó, hogy jó a fejedre, igaz? Így van, állítható. Állítható. Torx fejes csavar. Mostanában ezt vettem észre az Oleónál, hogy ezeket a csavarokat használja, és ezek talán egy kicsit jobban bírják azt. Ez csavarhúzóval is működik. Igen, nagy csavarhúzóval, a megfelelő pofájú csavarhúzóval, ami belefér és nem ugrik ki belőle, akkor nem nyalja el, ugye? De hát még jó, hogy adnak hozzá mindent. Jó, hogy adnak hozzá, bár ott nekem ott a szerszám, most lárán mutasd meg, abban is van. Hát abban minden van. Csak úgy így a hivatalos, hogy azzal rakik össze, amivel gyárilag adják, igaz? Így van. Tényleg szépen ez egy ilyen. És ezt is úgy kell járatni, mint a fűnyírót, vagy a fűrészt? Egy hát kicsikét ahogy alapjáraton? Így, ahogy mi elmondtuk. Akkor el is mondom. A fűkasza, vagy szegényíró bejáratása ugyanúgy történik a mi esetünkben, mint ahogy mi magunk szoktuk. Mi úgy szoktuk a kétüzemű gépeket bejáratni, hogy feltankoljuk a megfelelő arányú keverékkel, a gyártó által előírt keverékkel, és a gyártó által meghatározott meg tudod mutatni? Adalékolajjal. Így van. 1,50-be ajánlja a gyártó. Van az a tendencia, hogy sokan zsírosabbra, olajosabbra csinálják a keveréket, hogy 1,25-be, 1,20-ba, amit bejárhatja, teljesen felesleges. Ezek katalizátoros gépek, ezeket felesleges túlnyomni olajjal, mert a katalizátornak pont az a lényeg, minél többet szűr meg, annál jobb, ugye? Nyugodtan, bátran meg lehet keverni az 50-es keveréket, feltankolni, és az a lényege neki, hogy lehetőleg ne
a totális túlhevülésig nyomjuk a gépnek, hanem azért egy kicsit kíméletesebben. Ezt lehet úgy is variálni, hogy először nem tankolom csurik, hanem csak mondjuk félig, és akkor fél tank után megállok, hagyom visszahűlni teljesen a gépet, és utána újra indítom és dolgozok vele. Ezt egy pár tank időtartamig így érdemes csinálni, de nem kell, tehát túl óvatosnak se kell lenni a bejáratásra, meg túl kíméletlennek se. Tehát azért találjuk meg az arany középutat. Mint ahogy mi magunk is szeretnénk dolgozni, nem olyan túl lazán, de nem is olyan kőkeményen. Igaz? Van rajtad egy tetszivató, amint jól látom? Primer pumpa. Igen. Ugye az arra hivatott, a primer pumpát is akkor elmondanám, hogy mi a lényege annak, aki nem tudná. Mert ugye a szivató az maga, az egy olyan dolog, az egy olyan pillangó szelep, ami itt van, ami elzárja a levegő útját. Ez lenne a szivatója neki. Ez maga a primer pumpa, ami a primer pumpának az az egyetlen egy funkciója van, hogy ennek a pumpálásával mi felszivattyúzzuk a tankból az üzemanyagot, és átjáratjuk vele a karburátort, tehát előkészítjük a karburátort arra, hogy minél előbb legyen benne üzemanyag, és ne a rángatásnak a vákumával húzzuk mi oda föl. Mert akkor lehet, hogy 7-8-at kellene rántani rajta, így meg csak 2-t mondjuk. Tehát a primer pumpának semmi más lényege nincsen, azzal nem tudjuk túlszivatni a gépet, tehát amikor azzal megnyomjuk, akkor az átfolyatja a karburátoron. És a szivatóval vagy szivató nélkül kell? A primer pumpát? Igen. Az csak így simán. De nem kell ráhúzni a szivatót? Utána értelemszerűen ráhúzod, vagy előtte. Hát az nem mindegy. Várj, most jön az, amit a Fűrész Mánia filmekben elő szokott fordulni, a telefonok megcsörrenek. Na jó. Várjál, Katica, most hadd nézzem, úgy vagy, mint egy géppuska lenne a kezed, lőjél az ellenséget. Na igen, most mit méregetsz? Hát ugye ez akkor jó helyen el lett, tehát hogy majd itt, de vagy akkor tudj megnézni, hogyha az elejét ráraktuk. Hát így van, ez úgy lesz majd megcsinálva, hogy rápakoljuk most az elejét, és akkor ugye meg tudod nézni, hogy a földig ér a szára neki, akkor hogy az milyen lesz. Na jó, szóval ott tartottunk a beindításnál, igaz, hogy a primer pumpánál, igaz? Ha jól emlékszem. Igen. Tehát a primer pumpát kibeszéltük. Azt kiveséztük, igen. Ugye van neki egy szivatóállás, és nézd meg, én ezt szeretem. Látod, ez egy internacionális, amikor szimbolikusan le vannak rajzolva a fázisok, igaz? Tehát 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. Tehát itt van, nézd csak, mutatja, hogy 6-szor megnyomod a melbimbort, igaz? 2-szer szivatón meghúzod, gondolom, vagy mi az? Nem ez a második, bocsánat, a szivatót ráhúzod, 3-szor meghúzod, utána ezt visszahúzod, és utána 5-re be kell, hogy induljon. Tehát ez valahogy így kell elképzelni, látom, még rá is van írva, hogy hideg indítás, emok. Nézd csak, hogy mi van odaírva, ezt mutasd meg létszeres a nézőknek. Még mielőtt valaki azt mondja, hogy te kaptál itt egy kínai kaszát, várj egy kicsit arrébb, úgy, ott vagyunk, ott van, látod, mi van odaírva? Látod? Bagnolo in Piano, Itali. És 10 óránként levegőszőt ki kell cserélni? Így van. Nagyon praktikusan van, megcsinálva kézzel. Oldható. Vannak modellek, amelyeket kulcssal kell, ez kézzel oldható. Én ezt nagyon praktikusnak tartom. Egy egyszerű kis vászon szűrő van, gondolom lehet, hogy ennek a... Ha nézem, hogy lejön róla? Igen, lejön róla, így. Tehát nem kell elazítani. Erre azért vigyázni illik, mert ez egy... Ha úgy van, akkor ez nagyon könnyen tud szerintem szakadni, de a lehető legegyszerűbb légszűrése van ennek a gépnek. De akkor már most mondom, hogy a következő rendelésnél egy ilyet kérek. Légszűrő tartalék. Így van. Igen. Mert mindig olyankor szok elszakadni, amikor kell. Nincs. Amikor nincs. Na jó, folytassuk tovább, gyere át erre felére, bontsuk ki ezt a adaptert. Így a napszembesít. Remélem, hogy az van benne, nem más műtek. Semmi gond, hogy így elakadtál terep tárgyakba. Hát ha fűrészküdtek, akkor kivágjuk akkor a fát. Kivágjuk a szőlőt. Szőlőt nem. Akkor a gyümölcsfát. Nem, persze. Ugye néha mi kreténkedünk. De ettől fűrészmánia, igaz? Tehát így van. Én azt szoktam mondani, hogy csak azt vegyék komolyan az emberek, amiket komolyan mondunk, amit hűlök, azon meg vagy röhögjenek, vagy sírjanak. De hát mi mindent komolyan mondunk. Még a hülyeséget is. Még a hülyeséget is. Na, jó be van csomagolva egyébként. Nagyon jól. Hát sérülésmentes. A számlát azt nem utassuk meg. Jújjújjújjújj. Kérlek szépen, de itt van, kérlek szépen, használati és karbantartási utasítás magyarul. Ebben is van egy tombola jegy. Külön, látod, külön az adapternek van használati és karbantartási utasítás. Igen, és magyar. Magyarul is. Finnül is van, hogyha tudsz beszélni finnül, akkor... A használati karbantartási. Nézd meg, és hogyha véletlenül nem magyarok kapják meg, oda néz a... Na, ha nem magyarok kapják meg, akkor még van ilyen nyelven is, különböző nyelven is. Figyelj, ezt most nem fogjuk felszerelni, de legalább látjuk, hogy van. Van.
Ez akkor azt jelenti, hogy van hozzá ugye csavar is, meg a védő, és kérlek szépen, tadám, itt van a szár, doboz mehet félre, oda nézd meg egy kis aprócska, kis szöpphajtás. Ez zsírozni nem kell? Dehogy nem, ott van a zsírzójuk. Meg van határozva, ugye majd a használati utasítás és a karbantartási üzemeltetési részéket szépen elolvasom, még akkor is, ha nem érdekel, de illik elolvasni. Azt tegyük hozzá, légy szíves, hadd mondjam el, hogy a legtöbb felhasználó, ha vásárol egy bármilyen jellegű készüléket, tegyük fel most, mit tudom én, egy Turmix gépet, vagy egy fűkasszát, vagy egy láncfűrészt, vagy egy fűnyírót, vagy egy autót, vagy valami, soha nem olvassa el a gépkönyvét. Mint hogyha az tök fölöslegesen gépelték volna le. Pedig abban minden ott szerepel, aminek szerepelnie kell. Ezt mondják az apró betűsnek? Nem, feltétlenül, de igen. Na nézd csak! Itt van a hajtás. Ugye ez és azt kell zsírozni? Azt a hajtást? Ezt? Nem árt. Ártani nem árt neki. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy szárazó még a kutya se. Gyere, mutasd meg, hogy néz ki. Tehát itt van ennek a negatívja. Ezt kell összeilleszteni. Van neki egy ilyen sokszöge. Igen. Nézd meg, raktok ide egy ilyen szegecset, hogy megvezesse. Gyere, ezt mutassunk. Tehát ezt se lehet összeerőszakolni máshogyan. Gyere, mindig a lencsét irányít. Ne a képernyő. Még a végén operatőr leszel ám. Ki is megnyitjuk, ugye belemozgatjuk. Látod? Az a lényeg, hogy itt bele kell mozgatni. Hogyha tudunk rajta segíteni, kicsit megforgatjuk, és elméletileg addig a vonalig össze kéne, hogy menjen. Jó, szerintem ez így lesz akkor. Megmondják a nézők, hogy szerencsétlenkedünk vele. Hát szokták, amúgy is. Szokták? Persze. Tudom, mennyi mindent mondanak a nézők? Patica bácsi. És mit mondanak? Mindenfélét. És így róla mit mondanak? Téged szeretnek állítólag. Igen? Na, büszke lehetsz rá. Nem mindenkit szeretnek. Ugye, akit szeretnek a lányok, annak jó. Igen. Azt szokták. De hát ez milyen hosszú? Hol a vége? Húha. Nem is tudom, hogyan tegyem. De hosszú. Közben ugye itt kertek vannak, itt azért el kell mondani, hogy itt megy a munka. Hát igen, most épp a pont permeteznek, hát a harmadik szomszéd. Ez a munka zajja, igaz? Hát igen. Nézd meg, milyen szépen be van itt minden csomagolva, nagyon vigyáznak a dolgokra. Ugye sokan a szőlőbe csak azért jönnek ki, hogy szalonnát süssenek. Igen. Sokan meg azért, hogy dolgozzanak. Hát itt van a komplett készlet a... De ez a késhez való. Késhez való, igen. De a négy csavar abból biztos, hogy ehhez való. De mi jöttem is ott hozzá. Az benne lesz a fejbe szerintem, igen. De majd a fejre rátérünk, mert ez egy olyan fej, amit te még nem ismersz. Ez a maga felfűzi magát? Igen, az amiről neked meséltem. Amit meséltünk róla, igen már. Akkor mégiscsak szerencséd van, mert ezt is olyannal szerelték. Fordítva. Így fog kinézni. Fordítva. Hogyan fordítva? Erre fele. Ja, úgy igen. Igazad van. Látod? Hol van a csavar? Hát a csavar az, akkor ez bent. Igen. Ott, igen, ott a feketék. És az anyája ennek is balmenetes. Az anyája az igen, az anyja. Annyi csavar van ebben a vizébe, hogy ez kicsit csokallom. Meg alátétek is vannak, látod ezt? Már ide rakom őket. Ennyi csavar nincs is az egész gépben. Na kérem, de ők a hosszúak. Ezek hova valók lesznek vajon? Ez micsoda? Az telefonkönyv. Ez valami markolat ez is, nem? Ezt pluszba föl lehet tenni. Igen. Tehát ugye te akarsz még egy kis plusz segítséget. Érted, mire gondolok? Tehát látod, ez megegyezik avval a profillal. Meg ott a hely is, a csavarja is. Fel is kell tenni szerintem. Vagy? Vagy mégse. De az menet. Akkor fel kell rá tenni. Így van. Pontosan. Na. Figyelj, föltesszük. Hát oda is passzol. Látod? Ez a jó, amikor úgy kell összelogikázni. De akkor én erre azt gondolnám, egészségedre, vagy kuc-kuc, hogy kösz. Azt gondolnám erre, hogy egy kicsit olyan, mint amikor legózik az ember, és akkor saját logikája alapján állítja össze, de túl nagy variáció nem lehet, igaz?
Igen, volt egy ismerősöm, az azt mondta, hogy markológépet, meg ilyen kis kaparógépeket, az mindig olyanok használnak, akinek gyerekkorában nem volt játék. Ja. Van benne valami egyébként, mert biztos, hogy ezért, hogy kell hozzá egy ilyen gyerekkori készség is, nem? Hát meg mindig mindent, tehát akármit csinálsz, azt mindent szeretni kell csinálni. Ezt figyelj, gyere! Ez csak ide itt, és mi van rajta? Ott is ott van. Dátum, pontosan, mikor gyártották, hol gyártották, miért gyártották, és a többi. És ugye itt a szoknya. Kés, itt a szoknya. Rágja. Igen, ott van rajta a kés. Na várjál, balra forog. Ugye? Máshogy nem tudsz föltenni ezt. Igen, tudod másképp? Nem. Hát csak befele lehet, kifele nem lehet. Oké, jaj. És olyan milyen éles, meg is tudnánk vele borotválkozni, hát, mint ahogy most is megvagyok. Mint ahogy meg vagy borotválkozva, igen. Ez az a látvány, amit a nézők most jól jegyezzenek meg, mert ezt már nem sokáig fogják látni. Még egyszer ránézünk akkor. Igen. Hogy ilyen csúzli feje van az emberek. Azért vágtam le, mert már egy kicsit zavart, aztán mondom, felfrissítem magamot. A gyerek, a kisebbik fia meg úgy megijedt, mert ő még sose látott szakál nélkül. Úgy megijedt tőlem, hogy szerintem azt se tudta, hogy ki vagyok. Aztán reggel, egész reggel rettegett tőlem. De nem áll meg a növésbe. Reméljük nem. És azért érdekes dolog ez, aki így járt már, hogy leborotválkozott, és a gyerek megijedt tőle. Azért ez egy érdekes dolog volt, mert hogy a saját gyerek így megrémül ettől az ismeretlen dologtól, azért az érdekes. Így megszokták, hogy szőrös vagy. Ja, hát ugye a nagyobbik, ő látott még szakál, meg bajusz, meg mit tudom én minélkül, de a kisebbik még soha, ugye. Aztán neki szerintem egy idegen orsz lehetett ez a... Itt a sok cseresznye nem szedi le senki, látod. Majd a madarak. Hát azoknak is kell. Igen. Ez a de pálinka lesz belőle, nem? Nem, ez nem. Tudod, ez az apró szemű, mennyi kellene ezzel kilódni, mire kimagozza az ember? Na, nem ér annyit a pálinka. Nem? Na. Aki pálinkát tőz, az meg nem ezt mondja. Hát igen, szomszédom is leszette a cseresznyét, és ott hagyta a vödröt is, a fa alatt. Ott felejtette. Azt mondtam, még majd jön ki szedni, de hát nem ért kérdésre. És csak itt meg úgy van a dolog, hogy ehhez adják ezt a kis szárat, ezzel támasztok ki a magát a szöghajtást, ezzel támasztok ki. Látod? Kis. Annyira kis finomság, na erre akkor a másik fele, és ezt merre kell akkor? Óra mutató, mint hogyha lazít, szorítanád, mert ugye ellenkező. Jó, meg sincs húzva szerencsére, na mindegy, de azért megmutatjuk. Tehát gyakorlatilag ebből adtak kettőt. Mert ott van a csomagban is van egy ugyanilyen dolog, igaz? Igen, csak lehet, hogy az az ész kés, az vastagabb az alátétje, vagy valami, nem? Ugyanaz. Ugyanaz, igen. Ugyanaz. Hát ilyenek el szoktak veszni, igen. Igen. Figyelj, akkor megismerkedünk ezzel a fejjel, ami... Én ismerem már, te még nem. Is ugye a gép teljesítményéhez való damilt raktak bele. Emak termék, ez is. Ezekben mindig szoktak adni egy ilyen adaptert. Mi csak ide simán beletekerünk, vagy oda menetre. Kamerában benne legyen. Nem tudom. Tudod, az operatőrnek mindig a kamerán keresztül kell nézni a világot. Igen, csak közben... Ismerem az érzést, mert nekem is szokták mondani, hogy miért nem azt videózom, amit kell, mert az ember néha belemerül a dolgokba. Figyelj, most azt akarom neked bemutatni, hogy ez valójában mit is tud ez a fej. Hát én most meghekkelem a dolgot, mert kiszedem belőle a damilt, csak hogy be tudjam mutatni, hogy mi a lényege. Itt van a damilunk. Tehát ezért nézd meg, azért egy masszív fűkasza adagoló ez. Így mi. Tehát én ezt összepakolom, minthogyha nem elfogyott volna a damilunk. Igaz? Tessék, itt van egy fejünk. Itt van a damil, majd később. Ugye csak addig kell húzni, amíg kitámasztjuk. Ugye még most foglal helyet a belső adapter is a fejbe. Na, ez arról híres ez a... Hányos a damil?
Ez vékony, szerintem olyan kettes lehet. Figyelj, gyere, úgy mutatom, hogy lássuk. Ennek a befűzése roppant egyszerű, itt vannak rajta nyilak, látod? Itt van egy nyíl. Gyere, kicsit állj arra, vagy abba az irányba, hogy ne legyen árnyékba. Összeforgatjuk a nyílat. Nyílat, akkor ugrott is egyet a gép, igaz? Megfogom a damilt. Mondjuk ezt ők úgy fűzték fel, hogy kettő darabot fűztek fel. Ugye? Igen. Egy marad. Ha kiszabadulok belőle. Úgy néz ki ez az egész. Ennél te nagyobb darabot is levághatsz. Mutasd a damilt, légy szíves. Tehát ennél nagyobb darabot is levághatsz. És most jön a lényege neki. Tehát összeforgattuk a nyílt a nyillak. Megfogod ezt a damilt, bedugod. Csak ugye damil nem mindig akar az igazságot, hogyha el van vezetve, de ennek elméletileg, hogyha ő is azt szeretné, akkor ki kéne jönni a túlsó felén, ami most már nem fog sikerülni. De most kijött, tessék. Kicsit meg ugye nagyon össze akar ugrani a damil. Ezért nem tudtad. El kell felezni. Ezt megmutatott távolról is, hogy lássák az emberek. Tehát el kell felezni, megfogom, és így szépen, mint a régen a kakukkos órát fölhúzom a nyíl által mutatott irányba. Egészen addig a tetszőleges méretig, amíg mi szeretnénk. Tessék! Így néz ki. És ez is koppintásra adja magát? Ugyanúgy működik, teljesen ugyanaz a funkciója, mint a hagyományos damilfejnek, csak itt a befűzéssel van egy kis segedelem, mégpedig ezzel a módszerrel, hogyha te nem ennyire összekunkorodott és összeállt damilt raksz bele, akkor lényegesen könnyebb a belejátszás. De az menet közben kiegyensúlyozódik ám. Természetes, csak a befűzéskor mondom, tehát akkor jelent nekünk ez sok hátrány. Itt van a kasza, gyere, fogd a kezedbe, légy szíves, és győződj meg róla, hát, hogy adom. Jó a méret. Már azért van, látod? Még úgy is rá tudsz fogni, hogyha úgy gondolod, igaz? Na, hogy érzed eddig? Jó, távol vagyok a munkától. Figyelj, beüzemeljük, és akkor... Na, hogy érzed a távolságot? Szokatlan még mi? Szerintem előbbre kellene tenni, mert ugye így a súlypont igen hátul. Tegyük! Tehát tegyük be először benzint, mert látod, még a benzin izényi. Még a benzin segít a súly elosztáson, igaz? Súly elosztáson. Na gyere akkor! Időközben kisütött a nap, és most lesz egy hidegindítási procedúra ezen az FCO Oleoma gépen. Ezt már végigmentünk rajta, hogy itt egy sorrend, amit ők írnak. Megfújjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ugye ez a 6-tal még csak megjelent a benzin, mert ez még soha nem volt beindítva. Én azért még rápuppálok egy párat, jó? 2, 3, 4, tehát így egy 10. Ráhúzzuk a szivatót. Megfogom stabilan a gépet, nem rátérdelek, meg ráfekszek, mert az egy ilyen kis gépnél ez halálos ítélet lenne. És akkor vissza a szivatót? Még mindig kell neki a szivató. Még nagyon nyert a motor, kicsit melegítjük, és utána már pár gázra, és aztán szerintem dolgozhat is vele van, jó? Ah.
Na, mondjam meg, hogy erről. Nem nehéz, könnyű kis gépezet. A köpcentihez képest nagyon jól viszi, el lehet, meg lehet izzadni vele azért, mert azért egy kicsikét lehet izzadni. Mondd hozzá, hogy nyár is van ám. Hát neki való az idő. Igen. Neki való az idő. Meggyőzött az egész szerkeperkentyű, mert olyan jó a súlyelosztása is. Ezt a kötelet, aki kitalálta, ügyes ember volt, mert ezzel, ha rajta van a gép, akkor elengedhetsz mindent, és a súlypontja olyan jól el van osztva, hogy de azt hozzá kell tenni, hogy be kell állítani magad. Be kell állítani. Tehát, ha rosszul van beállítva, akkor cseszheted. Jó, hát ez most jól van beállítva. Hát igen. Beállítottuk. Igen. De ugye minden embernek másképp van a beállítottsága. Igen. Úgyhogy szerint véleményem szerint már kezd képküldni a kifogó. Ez nagyon pöpeszkis gép lesz. Hogy fogom, hogyan tároljam ezt mindig? Én úgy szoktam egyébként, hogy mindig valamire vagy felakasztom, tehát ennél fogva felakasztom, és akkor lóg lefele, vagy pedig, hogyha valóban le is teszem, akkor mindig így szoktam általában tárolni valahogy, hogy így. Tehát így, ez nem ilyen hogy ez mindig feljebb legyen egy kicsit. Aha. Hát kinek hogyan, meg milyen terület, milyen helyed van hozzá. Ja. Ugye látom, hogy ez már nézőknek azért mondjuk el, hogy egyszerűbb most lefucolni, igaz? Mint megvárni, hát rárohad. Vizessen. Egyszerűbb, mert ugye utána már csak a baj van vele mindig. Hát nem patyol a tisztára, tehát ugye az autó is tiszta maradt tőle. Igen, beteszel a kocsiba, akkor ne legyen tiszta. Meg nincs neki benzinszaga. Igen. Tehát nem büdös. Tehát jó az a benzinkeverék. Jó ez a keverék, az az adalék akkor. Ebből nekem is rendeljél még egyet, jó? Jó. De amúgy ezt használtad korábban ezt is, ugye? Ezt használtam. Meg a stílt korábban. És tényleg, de most mióta hoztad ezt a Loremokkot, ez jó nekem. Na jó, fél Katica bácsi, akkor meggyőzött téged ez a gép, igaz? Meggyőzött, úgyhogy megveszem. Megveszed. Na jó, figyelj, akkor csináljunk egy elköszönést a nézőknek. Húha, tényleg milyen csupasz a pofám te. Milyen? Csupasz a pofám. Hát szőrtelen. Ja. Rendes. Na jó, most figyelj. Jó, én is frissen borotválkoztam. Nem tehetek róla, hogy 19 éves vagyok most. De frissen borotválkoztam én is reggel nézem. Na jó, most akkor kinézem. Így most 45-nek nézem. Na jó van akkor, figyelj. Csinálunk még filmeket a jövőben? Együtt? Csinálhatunk. Hogyha nézők szeretnék, nem? Ha szeretnék még, akkor megpróbáljuk ezt a sövényvágót. Adaptert is hozzá? Adaptert egyet. Majd nézi utána, hogy milyen árban van. Meg majd akkor metszőolókat. Jó. Szőlő. Azt mindenképpen. Ha már itt van a szőlő, akkor használjuk, igaz? Igen. Hát ezt használjuk ki. Na jó van akkor. Hát akkor viszontlátásra. Szavasszok. További szép napot. Jó ez a kicsit.